Szuárd nap a honfoglaláskori magyar kapitányra utal, aki a legenda szerint Vásárosnaménnál lépte át a Tiszát, miután bejöttek a Kárpát-medencébe. A legendára alapozva indította el a város önkormányzata a Szuárd napi sokadalom elnevezésű rendezvénysorozatot, amely a híd, a hagyomány és a szórakozás között szlogán szellemében zajlik évről évre. A fesztivál célja a szórakoztatás mellett a város turisztikai értékeinek bemutatása. Vásárosnamény kitűnő adottságokkal rendelkezik turisztikai szempontból. A folyóvizek mellett gazdag kulturális, gasztronómiai és épített örökség található a térségben, ezt igyekeznek bemutatni az ideérkezőknek. Az idei rendezvényen a kerékpáros és a víziturizmus került a középpontba. A város polgármestere szerint a fesztivál nagy mértékben járul ahhoz hozzá, hogy egyre többen keresik fel a beregi térséget az ország távolabbi tájairól is. Az idén ismét megtelt a Kraszna híd és környéke, ahol kézművesek kínálták portékáikat, a fesztivál színpadon pedig folyamatos műsor szórakoztatta a közönséget. Szeretnénk azt, hogyha mindenki tudná, hogy július második hétvégéje, Vásárosnamény, Szuárd nap. Idén látható, hogy megújult a Kraszna híd, úgy gondoltuk, hogy ez a mi hídunk, tegyük rendbe, varázsoljuk újjá. Egy kis hídfestéssel, a korszakváltó csoport munkájával beregi mintákat festettünk meg, érzékeltetve azt, amit a Kölcsei TV-nek köszönhetően a megye már megismert, hogy Vásárosnaménynek új arca van, Vásárosnamény a bereg szíve, és ez a motivum megtalálható az egyik hídlábán is. Szeretnénk azt, ha a megyebeli fiatalok idejönnének, szelfiznének, mögöttük egy csodálatos szív, keresztemes mintázva, és rajta pedig ők ketten, az a szép pár, aki a jövő záloga. Mindig próbálunk valami másat. Tavaly ugye 35 éves város volt Vásárosnamény, megkerestük azokat a településeket, akik velünk együtt kaptak városi címet. Idén áthívtuk a szomszédos Hajdú megyéből Hajdunánást, aztán Nyíradonyt, a távoli Kehidakustájt, akikkel nagyon jó kapcsolat már hosszú-hosszú éve. Úgyhogy mindig próbálunk valami új színfoltot, ugyanis ezek a települések valamiben azonosak velünk. Őrzik a hagyományokat, odafigyelnek a múltra, mert tudják azt, hogy jelenben élni csak a múltunkat ismerve lehet, ezáltal építhetjük a közös jövőnket. A hagyományok ápolására nagyon nagy hangsúlyt fektet a fesztivál, és itt láttuk, hogy nagyon sok hagyományos ételt megismerhetnek, illetve a hagyományos házi készítésű termékeket próbálják népszerűsíteni. Hogy látják ezeknek, milyen szerepe lehet a jövőben, akár itt Vásárosnaményben, akár a környéken, illetve hát magában a turizmusban? Azt hiszem, hogy itt a beregi táj gasztronómiában, ízekben bővelkedik, épp ezért mi próbáljuk például a saját kis üzemünkben, a saját kis területünkön megtermelni mindazt, amiből aztán finom ételek kerülhetnek az asztalunkra. Idén a saját konyhánkon főzünk, a saját zöldségeinkből, saját gyümölcseinket tálaljuk az asztalra. Úgy hiszem, hogy mindenképpen finom ízek kerülnek így valamennyi kedves vendégünk elé. Mit tapasztalnak egyébként, milyen visszajelzések érkeznek az önkormányzathoz a rendezvények kapcsán az emberek? Hogyan értékelik ezt a fajta nagy rendezvényt, hiszen itt több napon keresztül mennek a programok, illetve kirakodó vásár és mindenféle egyéb várja a szórakozni vágyókat. Vásárosnaményban azt érzékeljük, hogy már várják, hogy mikor is lesz, hogy is lesz. Megint lesz idén, július közepén valami nálatok. Tudják azt, hogy ilyenkor értéket teremtve, a hagyományok mentén olyan programokat szervezünk, amelyek egyrészt ugye ingyenesek, hiszen a városi önkormányzatunk ezt lehetővé teszi, a jelenlegi gazdálkodásunk ezt megalapozza, és próbálunk olyan kulturális értékeket is felvillantani, a népművészet, a beregi keresztemes és a fa munkák mellett, a fafaragások mellett, amelyek mindenki számára elérhetőek, és örömmel várják ezeket az emberek. Ugye Vásárosnamény földrajzi fekvését tekintve nagyon kedvező helyen fekszik, itt több folyóvíz találkozik, és hogyha már így van, akkor hogyan lehet vajon a víziturizmust bekapcsolni ide a térség turisztikai kínálatába? Itt már látom, hogy például a vízügy szakemberei próbálják népszerűsíteni, hogy akár hajókázni, hajókirándulásokat is szervezhetnek az ide érkező. Így van, sikeres pályázatok révén az önkormányzatunk is hozzájutott 19 kajakhoz, kenuhoz, ezeket is próbáljuk bélés útján a vízi sportok szerelmeseinek elérhetőséget biztosítva a Tisza szépségeit megismerni, de látható mögöttem a tutajozás, aztán tőlem hátra-jobbra a vízipocok egy KFT, egy kétszemélyes KFT, akik rájöttek arra, hogy itt a Tisza parton nem csak kajakozni és kenuzni lehet, hanem barbecue hajó, aztán hidroplán, szárazon vízen járó járművek bevezetésével ide lehetne hozni a fiatalokat. Tehát ne csak az legyen, hogy van egy jó koncert a parton, fönt vagyunk hajnal 4-ig, nem, próbáljuk kitölteni a délutánokat is.
szórakozzunk, élvezzük a vizet, hiszen a Kraszna, a Szamos és a Tisza a csodálatos, és nem szóltam a túról, amely kicsikét följebb van ugyan, de itt van a közelünkben ez a folyócska is. Az idei fesztiválra felújították a Kraszna hidat, amelyre a város jelképét, a beregi keresztszemes motivumait festették. Az új arculat a város marketing része, amelynek célja, hogy minél több emberhez eljuttassák a helyi értékeket. Ez egy önkormányzat tulajdonában lévő híd, amit hát nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt volt felújítva, és már évek óta néztük, hogy valamit kellene ezzel kezdeni. És aztán egyszer valahol megütötte a fülem, hogy van egy ilyen korszakváltó csoport, akik különböző művészeti ágakból érkeznek, és Magyarországon a street artot honosították meg. És arra gondoltunk, hogy akkor jó lenne ezt a hidat nekik felajánlani, de hogy úgy legyen a felújítás, hogy maradjon meg az a szlogen, híd, hagyomány és szórakozás között. Szóval, hogy a modernitás az jelenjen meg, de azért mégis a hagyományainkat ötvözzük. Mennyiben járul hozzá a város népszerűsítéséhez, vagy akár ennek a programnak a népszerűsítéséhez az, hogy egyfajta városmarketingbe kezdett a város, és bizonyos a térségre jellemző motivumok jelennek meg most már, bármilyen turisztikai megjelenés se van a városnak? Igen, hát azzal, hogy elkészült a város új turisztikai imázsa tulajdonképpen, a logó a szlogennel, és tulajdonképpen az történt csak, hogy az eddigi tartalomnak adtunk egy formát, mert azt mindannyian évek óta úgy emlegetjük Vásárosnamént, hogy Namény a Bereg központja, és aztán az, hogy ez a Bereg szíve lett belőle, hát ehhez kellett egy kis marketing szemlélet. Az elmúlt időszakban, mióta a fesztivál létezik, hogyan tapasztalják, mennyiben járul hozzá a fesztivál maga a város iránti érdeklődés felkeltésének? Hiszen tudom, hogy többféle turisztikai irányban dolgoznak, de mondjuk ez a fesztivál mennyire tudja ezt elősegíteni? Hát ez egy összetett munka, a marketing munka. Természetesen mi már januárban tudjuk, hogy mikor lesz az OAR-napi rendezvényünk. Biztos, hogy kiegészíti a turisztikai látnivalókat, rendezvényeket, kell valami programot csinálni ahhoz, hogy akik ide érkeznek, azok tartalmasan tudják eltölteni az időt, és hát reméljük, hogy ez a rendezvény is ehhez a járul hozzá. Minden zoárnapi sokadalomnak van egy központi témája. Ugye idén 50 éves a Liszt Ferenc vegyes kórus, ők testesítik meg a hagyományunkat, mert hogy a helyi hagyományoknak a továbbélése mindannyiunk számára nagyon fontos, és mindig van egy-egy vagy turisztikai régió, vagy egy város, most éppen azt döntöttük el, hogy szomszédolunk, a szomszéd megyét invitáljuk meg, azzal, hogyha elindul egy kölcsönös kapcsolat, akkor legközelebb már mi megyünk hozzájuk, mert hogy a szomszéd megyék azok küldőpillanatok, piacaink nekünk. Ugye az idén is elnyerte a város a kerékpárbarát település címet. Ezt hogyan lehet bekapcsolni akár a zoárt napi programokba, akár a turisztikai kínálatba? A turisztikai kínálatba már évek óta beépítettük azzal, hogy a felújított töltéskoronák kiváló kiránduló, illetve bicikliző helyek lettek. Ezzel bekerültünk a Szatmária beregi vérkeringésbe, tehát innen csillagtúraszerűen lehet úgy kerékpározni, több mint 100 kilométeren keresztül, úgyhogy az ember akkor megy be a településekre, amikor csak akar. Tehát ez egy, azt gondolom, egy komoly fejlődési lehetősége a városnak. Ezekre épülnek szolgáltatásaink, és az irodában kerékpárokat lehet kölcsönözni. A kolléganőim most kerékpáros túravezetők lesznek, éppen a jövő héten fognak ebből vizsgázni. Igyekszünk ezt a nagy célpiacot is kiszolgálni minden tekintetben, mert azt veszük észre, hogy egyre több embernek fontos a sport, az egészséges élet, és hát ennek itt kiváló terepe alakult ki. A helyi és környékbeli vadásztársaságok vadételeket, az önkormányzatok helyi specialitásokat kínáltak. A helyszín különlegessége, a helyi gasztronómiai élmények, és nem utolsó sorban pedig a helyi lakosok vendégszeretete a biztosíték arra, hogy az ide látogatók élményekben gazdagon térhetnek haza. Ez egy fél éves tehintejből készült kemény sart, ez egy jellett sart, kamélia ízesítésű, látszanak a szép érlelési lyukak, a vágási felületen szép homogén,
és a fűszer benne a kamilla ad ízesítést. Mihez használják egyébként ezt? Ezt így naturban eszik? Általában desszertként, vagy ízesítősként, bármilyen erősebb olaszos ételek mellé, vagy magába egy desszerthez, vagy borhoz, egy délutáni grillezés az első osztály. Igen, ha már a bor szóba került, azt mondják, hogy a sajtok nagyon jól illenek a borhoz. Ez például, ehhez milyen bor tudnál ajánlani? Ehhez, mivel hogy egy élet sajt elég jellegzetes testes ízű, főleg ráadásul, hogy a kamilla ízesítést meg is kapja, így ez erősödik a kettő együtt. Ez egy közepes, egy gyengébb bor, ami ilyen ízesített, egy tokai aszút tudok elképzelni, vagy vörösborok közül is, egy, inkább egy rozét, és ami egy jó. Vágsz belőle egy darabot? Hogy kell ezzel bánni? Van egy sajtkés, ami arra szolgál, hogy a kemény sajtoknál tudunk egy szép kis vékony réteget húzni, amivel meg is tudjuk kóstolni. Én meg is kóstolom ezt. Nagyon finom. Honnan érkeztetek egyébként? Hajdúbiharból érkeztünk, Debrecenből. Itt egy, a táblán látom, hogy egy Narcisz nevű birtok az, amelyik készíti ezeket a sajtokat. Ez azt jelenti, hogy itt az állatokat is magatok tartjátok? Igen. Saját tenyésztésű állatok, tehén, kecske és jó. Fő volumen a tehénsajt. Általában az emberek Magyarországon is legjobban azok a kedveltek. Kecske és jó sajtokat nagyon kevesen keresik, de egyre jobban van most ezek a rendezvények, vásároknak köszönhetően egyre jobban megismerik ezeket a termékeket. Azokon belül is vannak lágy, félkemény és kemény sajtok. Különleges sajtunk a kecske sajton belül a rókagombás. Esetlegesen kóstolhatunk abból is egyet. Ha majd megkóstoljuk, csak még valamit róla, hogy a rókagombát hogy tudjátok begyűjteni, vagy hogy ezt? Azt jelenti, hogy összekeveritek a gombát a tejtermékkel, illetve a sajtba, ez belekerül? A rókagombát leszárítjuk, vagy porítjuk, természetesen ez egy por alapú lesz. Ezután hozzákeverjük a gomolytésztához, összekeverjük, és úgy a gyártás technológia ugyanolyan, mint a többi sajtnak, formázzuk, sózzuk és szárítjuk, érleljük. Egyébként jártatok már, itt voltatok máskor is a Zoár napokon, hiszen most már ez egy hagyományos rendezvénynek mondható. Hallottunk róla, hogy elég szép és nagy rendezvény, most vagyunk itt legelsőnek, bizakodva várjuk a mai nap folyamán, a jelenlévők megtisztelnek minket. Egyébként hogy tapasztaljátok egy-egy ilyen kitelepülésen, amikor egy-egy ilyen programon vagytok jelen, mennyiben járul hozzá a termékek népszerűsítéséhez, és mennyire ismerik már a terméket itt a környéken? Magyarországon egyre nagyobb volument takar le a kézműves sajtok, kézműves termékek, most már Hungarikum, magyar termékeket egyre jobban keresik, a tudatos vásárlók. Ezen belül vannak kecske, jó és tehén sajtok, ami külön kevés kézműves van, aki mind a hármat magába foglalja. Mi ezek közül jelentősek vagyunk, mert nálunk mind a három termék megtalálható, azon belül lágy, félkemény, kemény sajtok és éles sajtok is. Vannak különböző sajtutak, amik Magyarországon a kecske és a jó állománynak a fellendítését segíteni, de a rendezvények nagyon nagy segítséget nyújtanak, hogy megismerjék az emberek, közelebb kerüljenek, lássanak felvág vagy érlet sajtot, nem a pult mögül, egy üvegpult mögül lássák. Szabó József vagyok, a Berekéti Szabadász Társaság elnöke, Gergely Gornya és Jánd tartozik, és ahhoz tartozó községek egy része a vadásztársaságunk területéhez. 6000 hektáron gazdálkodunk, főleg nagyvadas terület. Mióta Zoár napok vannak, azóta minden alkalommal itt vagyunk, sőt egyéb alkalmakkor is, minden községben, ahol a vadásztársaságunk területe van, falunapokon részt vagyunk. Most egy főzőversenyre is beneveztek, úgy látom már itt rotyognak a bográcsban az ételek. Beszéljünk egy kicsit erről, mit választotok, mit főznek? Önkormányzat megrendelésére vaddisznó pörköltöt főzünk, malac, illetve süldőt főzünk ez alkalommal. Honnan kerültek a belevalók? Arra vagyok kíváncsi, hogy mikor vadázták ezeket a vadakat? Ezt nemrég vadáztuk. Mit kell tudnunk, hogy készül a jó vaddisznóhús, vagy
vadisznó pörkölt? Előtte egy-két nappal bepácoljuk, összedarabolva, összefőzve a fűszerekkel, kellemesen lehet fogyasztani utána. Egyébként mit tudunk elmondani itt a környékről, a vadásztársaság területéről, a vadállományról, illetve az elmúlt években milyen fejlesztések valósultak meg esetleg, és hogyan sikerül bekapcsolni akár a turizmusba, vagy a környék életébe a vadászatot? A vadásztársaságunk területén a nagyvad állomány előtérbe jött. Itt főleg a gém és a vaddisznó, ami domináns. Ebből most már egyre többet vadászunk. Létesítette a vadásztársaság a Jándon egy vadászházat. Jönnek Dunántóról és Finnországból is most érkezett, jelezte itt alvással a vadászházba vadászatot. Igénylik, mindenféle országból érkeznek egyébként, Olaszországtól kezdve, Romániától, Ukrajnától kezdve mindenhonnan. Évek óta visszajáró résztvevője az OARD napoknak a Vásárosnaménytól közel 500 kilométerre fekvő Kehidakustány. A dunántúli fürdőváros turisztikai programokban is együttműködik a beregi településsel. Hát az első alkalomtól kezdődően itt vagyunk végig mi ezen a fesztiválon, a baráti kapcsolatok révén, és elhozzuk a mi kis főztünket, közben megkóstoljuk az itteni főztöket, és akkor így egy nagyon jó sikeredett rendezvényen jól érezzük magunkat, és a jól érzést átadjuk a másikaknak is. Ugye ez érdekes, mert Kehidakustján elég messze van azért Vásárosnaménytól, ugye? Több mint 500 kilométer. Hogy jött létre ez a kapcsolat? Hát ez a kapcsolat elsősorban a polgármester úrnak köszönhetően jött létre, még a fürdőberuházás idején, hogy én a Kejdetermál fürdőnek a vezetőjeként ismerkedtünk meg. Meg hát van egy barátunk, az András, aki innét való, Zalai, és az ő náluk nagyon sokat tevékenykedett a sportból, és akkor egyszer alkalommal jöttünk meg még egyszer, és akkor ez a barátság ez megmaradt, és megtiszteljük egymást azzal, hogy eljövünk egymás rendezvényeire. Egyébként ilyenkor, amikor egy-egy ilyen rendezvényre eljönnek, akkor mit szeretnének megmutatni Kehidakustjánból? Itt látom, hogy főzés is van, egyfajta az ottani jellegzetességek kerülnek itt terítékre? Az is van, igen, és ugye általában a pörköltet sokféleképpen el lehet készíteni, mi is egy ilyen hagyományos pincepörköltet csinálunk most már évek óta, de van nekünk sajátos dolgunk, és akkor például a pálinkánk az nem egy egyszerű történet, nagyon jó minőségben, nagyon jó minőségű vörösborunk van, saját termések, és természetesen van egy olyan cukorperesznek hívjuk, ami lakodalomban van, és ez a kistérségnek egy ilyen reklámja is lehet, és azt minden évben hoztuk, most is hoztunk belőle, és jó ízéssel elfogyasszák itt az emberek. Hát a turizmus az összeköt mindig, mindenkor, mindenhol, aki jól csinálja. Nekünk a turisztikai egyesületünk van kapcsolatban Vásárosneményi turizmussal, és ez a pályázatoknál és az egyéb információnál ez egy nagyon jó történet. A másik pedig az, hogy egy csodálatos dolog ez az autópálya, amit elkészült, és ez egy turizmusban, ez egy nagyon jó forgalom, és amikor ezt megtaláltuk és tudtuk, hogy ez van, azóta Erdélyben, Gyimesben, még Székelyudvarhelyre is ezen a vonalon jövünk, szóval végig tudunk jönni a 7-es autópályától, Zalától, a nullás körgyűrűtől egész idáig, innét Csengeren átmegyünk, és akkor Szászrégen, és lehet menni akár Parajdnak, vagy akár Szászrégentől a Gyergyószent Miklósig, és ez nekünk nagyon jó, mert Erdélyben is többször járunk, és ottani kapcsolatunk is megvan, és ez is összeköt minket. Említette, hogy, és hát a közszolgálatban is úgy van, Kehidakustján az elsősorban fürdő település, és gondolom, hogy innen adódik a turisztikai szerepe. Beszéljünk arról egy kicsit, hogy hogy látja a turizmus jelenlegi helyzetét az országban, illetve mit tapasztalnak önök Kehidakustjánban, mennyire élénkül akár a belföldi, akár a külföldi turizmus? Hát mindegy jól működik egyébként, annak ellenére azt kell mondjam, hogy Kehidakustányban a külföldi turizmus talán egy 5%, mert mi a családfürdője vagyunk, és a kehidai termálfürdő világhírű, nem csak európai hírű, hál' Istennek nagyon jó a vízünk, és azt kell mondanom, hogy a turizmus meghatározó a településünkön, akár munkahelyben, akár a kapcsolatokban, hisz mind előbb beszéltünk, kettőnket is ez a kötött össze. Azzal, hogy ilyen kapcsolatokat ápolnak az ország keleti részén lévő várossal, Vásárosnaménnyel, az jelentheti azt, hogy Kehidakustján környékéről is egyre többen érdeklődnek a környék iránt, mert én tudom, hogy polgármester úr például rendszeresen jár és szereti például nyaralni is akár. Igen, hát családok eljönnek erre vidékre. Tavaly is volt olyan család, aki velünk külön személygépkocsival jött, ma mi két kis teher busszal jöttünk,
kis busszal, és hát vannak családok, akik majd utánunk is el fognak jönni. Van itt sok látnivaló ezen a vidéken. Régebben is jártunk erre, konkrétan Vásáros nemény környékén, akár Tarpát említhetem, de hát azért van nekünk Hajdúböszörményen is kapcsolatunk, és feltaláljuk magunkat ezen a vidéken. De ami még nagyon fontos, az, hogy mi itt is megtaláltuk a Kárpát-medence, a Kárpát haza őrzői címen futó embereket, és én annak egy részese vagyok, a szívem egyik csücske, annak függvényében, hogy a magyarságot megőrizzük, és ebbe Vásáros Nemény is élen jár. Államtitkár úr, gondolom most magánemberként van itt a rendezvényen. Mit tudunk elmondani, ezek a rendezvények hogyan járulhatnak hozzá a térség turisztikai vonzerejéhez, vagy egy-egy tájegységnek a megismertetéséhez? Én azt gondolom, hogy nagy mértékben, hiszen ugye hagyománya kezd lassan lenni itt Vásárosnak, vagy ma Zoárnapnak, de általában ugye a Beregbe, Szatmárba szerintem rengeteg látnivaló van, olyan, amit mi ugye a hétköznapokban olyan természetesnek veszünk, de akik ide jönnek, különösen turisták, azok csak rácsodálkoznak arra, hogy az országnak itt a legkeletibb csücskében milyen kincsek vannak, akár az élelmiszerre gondolunk, az ennivalóra, akár pedig hagyományok tekintetében, úgyhogy azt gondolom, hogy büszkék lehetünk mi erre, és ezt a büszkeségünket ki is kell mutatnunk azok felé, akik érdeklődnek. Nekünk meg az a dolgunk politikusoknak, hogy az érdeklődés fölkeltsük minél több ember. És gondolom természetesen elfogult ezzel a vidékkel kapcsolatban. Igen, abszolút mértékben, de szerintem jogos is az elfogultság, mert érdekes ez, hogy gyakorlatilag ugye Borsod, Szabolcs, az országnak azok a területei, amiket ugye azt szoktuk mondani, hogy halmozottan hátrányos helyzetűek, szerintem az egyik legszebb térsége az országnak, és az itt élő emberek itt is szeretnének lakni, hosszú távon itt élni. Nekünk az a dolgunk, hogy ennek a feltételeit teremtsünk meg. Meg hát ez is nagyon jó, hogy a hétköznapokból kiszakadva mi is képesek leszünk rácsodálkozni arra, hogy milyen kincsekkel rendelkezünk. Szabadja, mandula fa virágzik, mandulája vízbe hull és elázik. Terem még a mandula fa mandulát, mandulát, hisz a partján nevelik a szép leány. Láthattuk azt, hogy egy hidivásárral indult ez a kezdeményezés valamikor 2010. szeptemberében, de azt is láttuk, hogy a hidivásár az Hortobágyhoz köthető, próbálj meg másat. Épp ezért élesztettük föl Zoárd legendáját, és egyfajta turisztikai látványosságként szerepel ez a két nap. De mi azt szeretnénk, ha nem csak ez a két nap szólna a városunkról, a Bereg szívéről, hanem ide bármikor eljöhetnek a fiatalok, hiszen a múlt héten, ahogy említettem, ugye 50 éves volt a Liszt Ferenc vegyeskar, nagyon színvonalas előadáson lehetünk ott 200-300-an is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a kerékpáros barát település felelősség, ugyanakkor egyfajta kötelezettség is most már, és azt is látjuk, hogy a zenei értékekkel is foglalkoznunk kell. Van nekünk egy Gyöngyösi Ivettünk, van nekünk egy Szerényi Lászlónk, és van nekünk egy Liszt Ferenc vegyeskarunk is. Úgy vélem, hogy ez a két nap sokkal több ennél, hiszen túlmutat azon, hogy most két napig itt nagyon jól érezzük magunkat, persze ma és holnap ez a legfontosabb. De van ebben egyfajta hátsó szándék, egy kis turisztikai marketing is, hiszen látható az, hogy a vállalkozóink rámozdultak, a szálláshelyek bővülnek, a Tiszaparton már nem csak eladóházak vannak, hanem egyre többen vásárolnak nyaralókat, hiszen próbálnak arra építeni, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének ebben a kis csücskében, Vásárosnaményban van egy új vadászati múzeum, van egy új zoárnapi kezdeményezés, aztán zenei és kulturális programok tömkelege, és innen pedig csillagpontszerűen el lehet látogatni a szatmári és a beregi térség különböző pontjaira. Én azt hiszem, hogy marketing szempontjából sem utolsó, de azt is látom, hogy a most kijövő pályázatok kapcsán nagyon sok lehetőség lesz arra, hogy a szálláshelyeket tudjuk bővíteni, egyre korszerűbbé és színvonalasabbá tenni, hiszen valljuk be őszintén, és a Kölcsei TV is ezt az értéket képviseli, a gagyi ma már senkinek sem kell.